Tisztelt ünneplő pálháziak, tisztelt vendégeink! A magyar történelem legjelesebb eseményeire, az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk minden év március 15-én. Ebből az alkalomból rendezett városi koszorúzási ünnepségünkön tisztelettel köszöntöm ünnepségünk valamennyi résztvevőjét. Mindannyiunk nevében megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Hölcsik Rihárd, országgyűlési képviselő urat, városunk vezetőit, Szebeni Endre polgármester urat, Csató Szabolcs jegyző urat, az intézmények vezetőit, az egyházak, civil szervezetek képviseletében megjelenteket. Ünnepi megemlékezésünk elején kérem, énekeljük el közösen a nemzeti himnuszt. Pósa Lajos, a hazáért. Isten, kiszemedet mindig nyitva tartod, még a féregtől sem fordítod el arcod. Látod a jövendőt, csak úgy, mint a múltat. Bölcs gondoskodásod soha el nem múlhat. Nemzetek sorsát intézed egyedül, vezeted napfényen, árnyékon keresztül. Függjön tekinteted a mi szép hazánkon, minden porszemére, tőled áldás szálljon. Te tudod legjobban, drága föld ez nékünk, minden talpalatját megáztatta vérünk. Őseink porából fakad itt a fűszál, végig a levegőn az ősóhajuk száll. Századok keservét hordozza a szellő, honfigyász az égen a fekete felhő. Tisza, Duna, Sajó könnyeinkből támadt, ó nagy Isten, áld meg a mi szép hazánkat. Hamvaikat őrizd kik, ahonért haltak, parancsolj, Uram, az égi madaraknak. Hadd menjenek széjjel, szóljanak mindnyájan, síreikon szerte a magyar hazában. Adj nekik pihenést, üdvözítő álmot, legyen csontjaiknak nyugodalma áldott. Kegyeletes utót szórja be virággal, s tanuljon a portól századokon által. Áld meg, kik javát munkálják a honnak, hírnevén, örömén, híven fáradoznak. Gyújts lelkükben erős, tündöklő világot, lehelj a szívükbe oldhatatlan lángot. Hadd mutass el két égő fákja fénye, hol van a haladás nemzeti ösvénye.
És ha megtalálták, útjokat ne fedd el, igazítsd a célhoz szent segedelemmel. Add, hogy virágozzék békén Magyarország, ragyogja be földjét az aranyszabadság. Hegyei köz boldog népnek dal az engjen, messze róna síkján, sárga kalász rengjen. Sátoros erdőben szapor a vad járjon, ízes hal cikázzék gyöngyöző hullámon. Mesterség, művészet, tudomány fejlődjék, szálljon a hazára koszorú, dicsőség. És ha vész fenyeget, halson a meghalsan, kardjaink élére száj zúgó viharban. Csap le, mint villám, ellenség hadára, ne érezze sarkát szép hazánk határa. Száj, mint eleven tűz, lobogással égve, honszerelem gyanánt mindnyájunk szívébe. Bátoríts, vezérej, tartós diadalra, szabadság istene, vigyázz a magyarra. Pósa Lajos a Hazáért című versét Mahut Réka, a Hegyközi Általános Iskola 8. osztályos tanulója adta elő. És a kiadott programtól eltérően nem a művelődési házban, hanem most itt a református templomkertben kérem, hallgassák meg az ünnepi beszédet. Az ünnepi beszéd megtartására felkérem dr. Hörcsik Rihánt, országgyűlési képviselő urat. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, egyházi méltóságok, kedves páházi polgárok! Először is szeretném megköszönni, hogy ismételten meghívtak, mert jó együtt ünnepelni. Jó együtt azokkal ünnepelni, akikkel naponta találkozom, akikkel együtt sírunk, vagy együtt nevetünk. Ez egy olyan alkalom, amikor kell, hogy megálljunk, és külön köszönöm, hogy itt most lehetőség nyílik a református templomnál, a világháborús emlékműnél, azokra a hősökre, akik itt 168 évvel ezelőtt hegyközben, Abaúj és Zemplén határán zászlót bontottak. Igen, mert közel 170 évvel ezelőtt Magyarország világtörténelmet írt. Világtörténelmet írt, nem először és nem utoljára. Felfigyeltek a magyar forradalomra és a szabadságharcra, nem csak Európában, hanem az óceánon túl Amerikában is. Pedig akkor nem volt telefon, televízió vagy internet, lassan jártak a hírek. De a magyar szabadság történelmet, világtörténelmet írt, amire méltán felfigyeltek. Először is azért, mert Európa nyugati felében, ahogy láttuk, Párizstól egészen Kijevig, mind-mind forradalmak törtek ki, de alig pár napig, pár hétig maradtak életképesek, és vérrel leverték. Mit láttak Magyarországon? Egy nap elég volt ahhoz, hogy a forradalom tüze lángot kapjon, hogy a márciusi ifjak meggyújtsák azt a fáklyát, amit régóta őrizgettek eleink, a magyar szabadság lángját. És vér nélkül győzött. Már ez felkeltette a figyelmét a művelt nyugatnak. De, hogyha megnézzük, akkor nem csak erre a március 15-ére, hanem az azt követő majd egy év szabadságharcát is figyelemmel kísérte a művelt nyugat és Amerika egyaránt. Milyen érdekes, hiszen Magyarország volt, a magyarság volt az egyetlen, akik ellen tudtak állni akkor Európa egyik legerősebb hadseregének, az osztrák hadnak, és a legerősebb császárnak, az osztrák császárnak. Igen, hölgyeim és uraim, ez keltette fel akkor a világ ámulatát. És valóban igaz az, hogy Magyarország világtörténelmet írt 170 évvel ezelőtt. Amikor a márciusi ifjak követeléseiket megfogalmazták, abban is felfigyeltek Európa művelt része, hogy ugyanazt akarták, nem csak az ifjak, akik kirobbantották a forradalmat, hanem az akkori országgyűlési követek, azok, akik megválasztva voltak innen Zemplénből is
Abaújból is jó néhányan. Március 3-án mentek fel Pozsonyba Kossuth Lajos vezetésével, hogy feliratot intézzenek a császárhoz. Mintha egy felsőbb, isteni akarat segítette volna erő a nemzeti ügyet. Párhuzamosan talán nem is tudtak egymásról a márciusi ifjak, illetve az országgyűlési képviselők Pozsonyban. De Magyarország, a magyarországi események összeelkeztek, ahogy fogalmaz Szabad György egyik tanulmányában. Egy azon akarata volt a pozsonyi követeknek és a pesti ifjaknak. Hát erre is felfigyelt a művelt nyugat, hiszen Európában óriási feszültségek voltak az uralkodó osztály és a jobbágyok között. Ne feledjük el, ekkor még a feudalizmus van. Magyarországon az ellentéteket leküzdötték, és példaértékű volt az összefogás. Hát ez volt a sikernek az egyik kulcsa. Igen, tisztelt pálházi polgárok, mert a forradalmat nem elég kivívni, nem elég megnyújtani a lángot, hanem azt őrizni is kell. És arra is kell gondolni a forradalom másnapján, mi lesz holnap, ki lesz velünk, mit teszünk a holnapért. Hiszen ne feledjük el, hogy nem csak egy vasvári, nem csak egy Petőfi kellett, hogy meggyújtsák a lángot, hanem akik őrzik azt. Igen, és amikor a forradalom lángja elmúlt, mégiscsak szívükben ott hordozták, ott őrizték a szabadságnak a vágyát. Most már a bürokráciával, ha szabad lesz mondanom, az első felelős magyar kormánnyal, olyan emberek, mint Kossuth, Széchenyi, Battyán, Deák, Ötvös, Klauzál, Mészáros és Szemere Bertalan. Igen, példaértékű volt, hölgyeim és uraim, ez a forradalom, a mi forradalmunk. Mert 1849 után, a tavasszal, a győzelmek láttán, a Habsburgok se tudtak mit kezdeni a magyarokkal. Kevesen voltak azok, akik ellenálltak, és mégis nem tudták őket legyőzni. Ne feledjük el, Európa egyik legnagyobb hadserege volt az osztrák, és a legelnyomóbb önkény a császár. Mégis példát adtunk arról, hogy az osztrákok ugyan nem tudták legyőzni, mert a magyarok úgy tudtak összefogni, jobbágy, nemes, szabad és rabszolga, ha szabad ezt mondanom, minden náció, minden vallás és minden felekezet, hogy nem tudták legyőzni, ezért külső erő kellett ahhoz, hogy legyőzzék a magyar forradalmat. Igen, mert a vezetők közös akarata volt a szabad, független, gyarapodó Magyarország iránti vágy. Hölgyeim és uraim, a magyar emberről azt tartják, hogy nem tudunk összefogni. A magyar emberről azt tartják, hogy bizony sokszor egymás ellen megyünk. Ezt látjuk itt Zemplénben, Abaújban is. Sok önkormányzat nem tud egy hangon beszélni, sok politikai tényező egymás ellenében van. De mégis a történelmünk azt mutatja, hogyha a szabadságról, hogyha a függetlenségről van szó, akkor igenis tudunk együttműködni. Ezt mutatja számunkra a 168 évvel ezelőtt történtek. Hát ezért írt a magyarság világtörténelmet, hogy képes volt ezeket az erőket egyesíteni. Igen, hölgyeim és uraim, Magyarország függetlensége volt akkora tét. És milyen érdekes, 168 évvel utána, az események után, mintha ismétlődnének a történelemben az események. Sajnos ma is fel kell vennünk a harcot Magyarország függetlenségéért. A tét nem egyéb, mint 1849-ben, hogy magunk dönthetünk-e a sorsunkról, vagy mások megmondják. 140, 150, 180 évvel ezelőtt mindig Bécsből irányítottak bennünket. Aztán volt idő, amikor Berlinből, aztán volt idő, amikor Moszkvából. Most úgy tűnik, a szabad országok csatlakozása után mégis vannak olyan bürokraták, akik Brüsszelből próbálnak diktálni magyaroknak. És a kérdés az, hogy egy kormány tovább dönthet a magyar polgárok sorsáról, vagy kiüresedik a választott képviselők országgyűlése, és ismét valahonnan a távoli messziből fogják megmondani nekünk, hogy ki és mit csináljon. A tét, hölgyeim és uraim, ugyanaz, mint 168 évvel ezelőtt. Van-e minisztérium, van-e kormány Pesten, aki dönt a mi sorsunkról? Nos, 168 évvel ezelőtt jól döntöttek. Most, akik mi állunk a vártán, mi állunk a döntéshozók helyén,
nekünk is számot kell adni egyrészt 1848-49 emlékének, másrészt pedig saját választópolgáraink szavazatainak, akaratának. Tisztelt Pálházi barátaim! Negyed századdal a rendszerváltoztatás küszöbén nem gondoltuk, hogy ugyanazt a harcot kell felvennünk, mint ezelőtt eleinknek 168 évvel ezelőtt. Azt gondoltunk 1990-ben, hogy egy szebb, egy békésebb, egy gyarapodóbb korszak következik, ahol már nincsenek hidegháborús szembenállások. És ma, amikor bekapcsolja az ember a tévét, a rádiót, olvassa a sajtót, nem hiszünk a szemünknek, ami most éppen próbára tesz bennünket, hiszen harcot vívunk. Most nem karddal, nem katonákkal, nem tankokkal, hanem látszólag békésen, csöndesen a hátunk meget akarják elvenni azt a szuverenitásunkat, amit ezer éve kivívtunk magunknak, amiből csak egy részt adtunk át a szerződésben az Európai Uniónak. És ilyenkor, amikor erről van tét a magyar szabadságról, a magyar függetlenségről, illetve ma úgy mondjuk a szuverenitásról, akkor nem ülhetünk csendben tétlenül. Nos, erre kötelez bennünket 1848-49 öröksége. 49. januárjában Petőfi Sándor ezt írja: ha a mi fényünk nem lobogna a végtelen éjjen át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Hölgyeim és uraim, milyen igaza volt Petőfi Sándornak? 146 évvel, 147 évvel ezelőtt Magyarországnak erkölcsi kötelessége volt, hogy példát mutasson Európának a függetlenségért, a szabadságért, hogy szót emeljen. Ma a nyugati irányból érkező jó tanácsok ellenére, ha mi mondjuk szegényebbek is vagyunk, ha mi fejlettenebbek is vagyunk, mégis ugyanolyan jogon állhatunk egy nemzet sarkára az igazunkért, mert csatlakoztunk az Unióhoz, mert szuverenitásunk egy részét átadtuk Brüsszelnek. De az Unió alapszerződésében az is áll, hogy a tagállamok egyenlőek, legyen az kicsi vagy nagy. És most nekünk az írott malaszból valósággá kell tenni ezt a szabályt, mert ezzel tartozunk őseinknek, utódainknak. Hölgyeim és uraim, alternatíva nélkül áll Magyarország függetlenségének a megőrzése, hiszen a jövőt csak stabil alapokra, nemzetünk hagyományaira és értékeire építhetjük. Ebben a harcban jó hír az, hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül, éppen a múlt héten jöttem haza Brüsszelből, ahol láttam, hogy nem csak a visegrádi négyek parlamentjei, hanem több Európai Uniós nagy tagország parlamenti kollégáik is azt mondják, hogy igen, ezt kell tenni, megvédeni Európa határait. Mert itt nem csak arról van szó, hogy most 500 ezer vagy 600 ezer menekültet fogadjunk be, hanem Európa jövőjéről, kultúránkról, nyelvünkről, mindarról, amit az elmúlt ezer évben kivívott magának Magyarország, kivívott magának Európa, hogy az gyermekeinknek, unokáinknak át tudjuk adni. Igen, a magyar forradalom egyszerre volt hangsúlyosan magyar nemzeti, a magyarok forradalma és az európai szellemiség megtestesülése. Mindenki tudta 1849-ben, amikor látták a szabadság az eseményeit, amikor olvasták a sajtót, legyen az éppen Németországban, Franciaországban, vagy éppen Amerikában, hogy Európa szíve dobog a magyar ügyben. Úgy voltunk a legjobb európaiak, hogy magyarok maradtunk. Hölgyeim és uraim, ma sincs másképp. Magyarságunk vállalása adja meg európaiságunk lényegét. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Ma milliónyian mondják, hogy szolidálisak Magyarországgal, a magyar emberekkel. Azon dolgozunk, hogy mi egy nemzetek közösségéhez tartozzunk, az Európai Unióhoz, de amit alapszerződésbe aláírtunk, a magyar ember olyan, hogy igyekszik a szavát betartani és a kézírását. Mi nem tettünk más, mint amit fogadtunk, azt megtartjuk. Ezért ne kiáltson ki bennünket senki bűnösöknek. Éppen ezért a többi európai nemzeteket is arra kérjük, hogy nyelvükkel, kultúrájukkal őrizzék meg azt az ezer éves múltat, amit az Úristen ideadott a kezünkbe. 1848-49 öröksége erre tanít bennünket.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Mi is megköszönjük nagy tisztelettel országgyűlési képviselő úr ünnepi beszédét, amelyben méltóan emlékezett meg a 48-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Tisztelt ünneplő közösség! A mai napon kegyelettel emlékezünk az 1848-49-es események hősi halottaira. Itt a református templomkertben Pálházaváros hősi halottainak emlékművénél elhelyezzük tiszteletünk jeléül az emlékezés koszorúit, virágait. Megkérem a város önkormányzatának, nemzetiségi önkormányzatainak, intézményeinek, civil szervezeteinek képviseletében megjelenteket, kérem helyezzék el a virágokat. Pálházaváros önkormányzata nevében koszorút helyeznek el Szebeni Endre polgármester úr és Csató Szabolcs jegyző úr. A szlovák nemzetiségi önkormányzat nevében koszorút helyez el Bacsóné Lukács Katalin elnök és Behina László elnök helyettes. A Ruszin nemzetiségi önkormányzat nevében koszorút helyez el Simon József elnök. A református egyházközség nevében koszorút helyez el Baksi János református lelkész és Gyuris Kornél református presbiter. A Hegyközi Általános Iskola nevében koszorút Horváth Zoltán igazgató és Kovács Barnabás igazgató helyettes. Pálházi Tündérvarázs óvoda nevében koszorúz Suták Sándorné óvodavezető és Begala Andrásné óvodavezető helyettes. Körzeti Alapszolgáltatási Központ nevében koszorúz Ulicska Lászlóné intézményvezető és Müller Zoltán munkatárs. Pálházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Pálházi Polgárőr Egyesület nevében koszorút helyeznek el
Nagy József elnök és Makó István elnök. Tisztelt ünneplők, megköszönöm a koszorúzásban közreműködők részvételét. Koszorúzási ünnepségünk végén bejelentem, hogy ünnepi megemlékezésünk a térségi művelődési ház színház termében folytatódik, ahol megtekinthetik a Sátoraja újhelyi 5. István katolikus közgazdasági szakközépiskola és gimnázium tanulóinak ünnepi műsorát. Kérem, fáradjanak le a művelődési ház színház termébe. Köszönöm szépen a megjelenésüket. Tisztelt ünneplő közösség, ismételten nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket ünnepi megemlékezésünk második részében, amelyben a 5. István katolikus gimnázium és szakközépiskola tanulóinak műsorát tekinthetik meg. A műsort összeállították és betanították Kuruc Andrea Ágnes és Mamrus Éva tanárnők. Fogadják őket szeretettel. Szürke selő, lenge selő, játszik a tiszán, ott ír egy nép, legendák népe, ott az én hazám, az ősi Kárpát őrzi álmát, ő csak a vezér, kicsi illagoknak ír. Vér gondolták a világ szabadságért. Nem.
Nem sír nyoszaja ez a hekatomba. De ahogy vágyom innét holmi panteonba. Ért koporsó sírból, unalom álmosán. A zsarnoknak hagyom marmozik a hasán. Testem a szabadság zálada a kovász, lelkem égre törni készülő vadfohász. Innét csak ki majdnem az utolsó napon, midőn tetteinkért az Úr kérdőre van. S szemében nem mondjam trónusa magasán, mivé hagytad válni szerencsétlen haza. Nem nyughatom. Ég, föld még mindig tüböl. Minő paták alatt reszket az ősirök. Hol a szívem? Hol vagy lelkem sok dalia? Irigy, Vasvár! Csillagom, Júli. Thank you.
Úrvéli viszonyok megszüntetése. Esküdtén képviselt egyenlőség alapján.
meg az alkotmányra. A magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük! Politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak! Uniót Erdélyen! Egyenlőség! Szabadság! Testvériség! Ahhoz, hogy az esküsz szavai valóra váljanak a nemzeti függetlenség kihívásához, többre volt szükség. 5. Ferdinánd császár április 11-én jóvá hagyta a magyarországi ülés követeléseit. Eltörölte a jobbágyságot, elfogadta a sajtószabadságét, a cenzúra eltörlését, a vallási egyenlőségot. Nehéz helyzetében minden engedményre hajlandó volt, azzal a titkos gondolattal, hogy időt kell nyernie. Ó, szabadság! Hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjen által, mint kísértett, bolygott lelkünk a világban érted. Megszűnt végre hosszú bújdosásod, sírba esett, ki neked sírt ásod. Bevezettünk s uralkodás véget, elfoglaltad a királyi széket. Ó, tekints ránk fölséges szabadság! Vess reánk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemek sugarától. De szabadság, miért halvány az ország? Szenvedéseit emléke szállt hozzád, vagy nem tettünk még eleget érted, koronádat a jövőnkre érted? Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdíts meg zászlót, s leseregedj ezer és ezernyi, kész meghalni, vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, feljövünk a sírból illetájban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel. Hamar kiderült, hogy a magyar ellenállás nem olyan könnyű kérdezőre, mint kézzelünk. Kossuth lelkesedése átromott a nemzetre. Katonát kért, és a honvédek ezrével álltak zászlaja alá. Fegyvert kért, és a templomok tornyaiban elhallgattak a harangok. Ágyúval ütve védték a magyar szabadságot. Most írtó háborút kezd,
Ó nemzet, ellened, a síkra magyarok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani, egy drága föld színét, borítsák szerteszét, a pártütőknek véres csontjai, a lantopáink sírja, itt mindenről fűszámjék, egy ezredéves harcba, véráldozattal öntözék, magyarnak lelke áll ölt minden fűszál felett, magyarnak lelkes karja véd minden porszemet, a síkra magyarok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani, egy drága föld színét, borítsák szerteszét, a pártütőknek véres csontjai, Isten világít éjjel, ha vétettünk is vala, kiszenvedénk, s megadtuk embernek a mi ős joga, zászlónkon a szabadság, függetlenség ragyog, vész és halál rá, ki ez ellen fegyvert fog, a síkra magyarok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani, egy drága föld színét, borítsák szerteszét, a pártütőknek véres csontjai. A honvédek nem voltak igazi katonák, de valódi hősök voltak. Damjanics, Klapka, Bem és a többi tábornok vezetésével bámulatos győzelmeket vittek véghez. A dicső tavaszi hadjárat csatáit követte a nagy sarlói és a komáromi győzelem. A magyar szabadság fénye lobogott még akkor is, amikor Európa népei már letették a fegyvert. Hadnagy uram! Hadnagy uram! Mi bajod van, édes fiam? Piros vérfolya mentére. Ne bánt, csak az orrom vére. Hadnagy uram, el ne esik itt az útban. Belebotlik egy nagy kőbe, szegez szuronyt, s csak előre. Megy a honvéd, áll a hadnagy. Mély sebében összeroskad. Hadnagy uram, csak előre, édes fiam! Ötödik Ferdinánd helyét a trónon a fiatal Ferenc József foglalta el. Ferenc József császár, aki sem győzni nem tudott, sem békét kötni nem volt hajlandó, segítséget fordult az oroszok. Görgei 152.000 honvédjével, 194.000 orosz, 83.000 osztrák és 44.000 horvát állt szemben. 1849. augusztus 13-án a magyar honvédek világosnál letették a fegyvert. 5 óra! Itt a végső pillanat! Héjas falva felé szaladva szaladt ki lovon, ki az apostol. Mint te 26 és fél éves legyél. Potomság, mondja. Vagy talán nem is? Hisz futbálványa az öregben is, aki szíve felől hordotta volt, bár nem értette egy sort se soha. Sort, versort, amelyet Ómonfilsz robot. Nem harci robot helyettesítő. Éppen csak a tett vádott igévé, s elvégezte. Mert tett a szó, ó, tett, igen, csak orra bukik macskaköveken. S nem fegyver, csak fegyverni gondolat buktatja orra a jobb egek alatt. S akkor a fiú hirtelen megáll. A civil őrnagy. Hát szemből halad. Nekünk a legszebbik estét fekete színre festették, fekete színre festették. Minket anyánk megáll.
fekete gyászra festették. Kezét, mert ő ölt, maga a király egy nép arcába törölte bele. Nem volt a Földnek Petőfie már. Így kezdett lenni Ferenc Józsefnek. Volt valamikor egy régi világ, akkor élt apám, dédapám, nagyapám. Szabadságharc
kiemelkedő jelentőségű eseményeire. Kérem, ünnepségünk végén énekeljük el közösen a szózatot.